Az idei kerület napján többek között a Nagytétényi Kohás sportpályán is lesz egy rendezvény. Ezt ajánlja nekünk a következő percekben Németh Beáta. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a meghívást. Mozgáspont 22 ezt a címet viseli, ez az egész napos program. Hogyan szerveztétek, kiket hívtatok, miből áll ez az esemény? A Mozgáspont 22 alapvetően ugye az egészséges életmódra, illetve a mozgás jelentőségére szeretné felhívni a figyelmét azoknak, akik még nem köteleződtek el emellett a tevékenység mellett. Az ötlet tehát ebből jött. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Elsősorban a kisiskolásokat, hogy megismerjék azokat a sportágakat, amiket akár az iskolák szervezésében is megtalálnak, illetve azokat az egyesületeket, akik kerület szerte kínálnak programokat, illetve tanfolyamokat. Kik működnek közre ezen a napon? Meghívtuk a kosárlabdásokat, hívtunk kézilabdásokat, ugye a kerület egyesületeit, a Baranta Klub fog eljönni, és kínál íjászatot majd a gyerekeknek, tehát ezt ki lehet majd próbálni. A Vívó Egyesület jött el, a Danubius Vívó Egyesület az, aki még képviselteti magát. Ők is hoznak egy szúrópárnát, úgyhogy azt is ki lehet majd próbálni a gyerekeknek. Hívtunk még röplabdásokat, ugye a Budai Nagy Antal gimnáziumban van röplabda edzés, úgyhogy ők is elfogadták a meghívásunkat, és eljönnek, úgyhogy a gyerekek majd ott egy picit röplabdázhatnak is, tehát tényleg nagyon színes lesz a választék, és akkor ezeket ki is lehet próbálni, felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt. Talán olyan, mint egy mini sportág választó, hogy ennyi sportág képviselteti magát. Igen, mondhatjuk. Lesznek fórumbeszélgetések is, több is. Ez kinek szól, kiknek szól? Alapvetően a szülőknek szeretnénk ezt szánni. Lehetőségük lesz beülni majd ezeket a fórumokat meghallgatni. Alapvetően iskolaorvosok azok, akik szólni szeretnének így a szülőkhöz. Szintén az egészséges táplálkozással, az egészséges életmóddal kapcsolatban. Illetve Borbély Balázs jön még el hozzánk, a Vissza a Vadonba gyermekfejlesztő központ alapítója, hogy nagyon érdekes előadásokra számítunk. Addig a gyerekeket kint lehet hagyni, ők próbálhatják a különböző sportszereket, a szülők pedig bevehetnek és részt vehetnek ezeken a fórumokon. Hogyha már említetted, hogy kint lehetnek a gyerekek, különböző állomásokat lehet kell teljesíteni ezen a napon, és ugye ajándékot kapnak ezért a gyerekek. Mik ezek pontosan? Az állomások azok maguk az egyesület által kitett úgy sportszerek, tehát minden egyesületet meg lehet majd látogatni, pecsétet kapnak a kis útlevelükbe, és az útlevelükkel, a pecsétekkel együtt eljönnek a mi sátrunkhoz, az óvodai és iskolai szociális segítők sátrához, ahol csillámtetoválást kapnak érte ajándékba. Lesznek versenyek is. Lesznek versenyek, lesz egy fekvenyő nyomó verseny, illetve lesz egy kötélhúzó verseny. Ezekre is ott helyben lehet majd jelentkezni, díja nincsen, annyi csak, hogy regisztrálni kell. Erre az alkalomra hirdettetek egy fotópályázatot is, erre ugyan már nem lehet jelentkezni, de ekkor lesz az eredmény hirdetése. Így van, a Mozgáspont 22 fotópályázata, ugye itt az iskolák, óvodák, sőt bölcsődék is jelentkeztek rá, nagyon sok pályázat érkezett be hozzánk, és az eredmény hirdetését is ott fogjuk majd tartani, illetve egy közös ebédre is lehet számítani, hiszen a rendezvénynek ez is része lesz, és bárkit szeretettel várunk, ingyenesek a programok, ingyenes a belépés. Június 10-én. Június 10-én 10 óra és 2 óra között. Nem csak a ti sátratok lesz az eseményen, hanem a védőnőké is. Így van, védőnői sátor is lesz, ahol pedig testzsírmérést fognak csinálni azoknak, akik odalátogatnak, vérnyomást mérnek, vércukorszintet mérnek, tehát tényleg az egészséghez kapcsolódóan még egy ilyen alapos átvizsgáláson is részt vehetnek, kicsik, nagyok, idősebbek egyaránt, illetve még a polgárőrségnek lesz ott egy sátra, ők is készülnek feladatokkal, ott is ki lehet próbálni a játékokat, és náluk is lehet majd pecsétet gyűjteni ebbe az útlevélbe, ami után az ajándékot majd kapják a gyerekek. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!